Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Kistelek Városi Televízió híradóját látják. Kérem, tartsanak velünk, és tekintsék meg rövid képes ismertetőnket. Június 18-án a helyi választási bizottság hivatalosan is átadta megbízó leveleiket az önkormányzati választásokon megválasztott önkormányzati és kisebbségi képviselőknek és Nagy Sándor polgármesternek. A közös munka október 1-én kezdődik. Jogerőssé vált a június 9-i önkormányzati választás. A mai napon megkapták a képviselők a megbízó levelüket. Hogyan történt ez? Igen, a 2024. 6.-9. választás eredménye jogerőssé vált, és a mai napon az átadásra került a polgármester és a megválasztott polgármester és képviselők részére a jogerős megbízó levél. Ez tehát helyileg összehívásra került az új testületi tagok, és személyesen átadtam a megbízó leveleket. Én mondanám név szerint Borsik Viktor, Mészáros Gábor, Sejben József, dr. Kunstár Pálné, Domonics János, Susánszki Benjamin Dominik, Vas Rozália, Farkasné, dr. Pirnicki Katalin. Ők a megválasztott új képviselők, és a polgármester, az Nagy Sándor, tehát az új is, és a jelenlegi is. És tehát az ő személyükre átadásra került a megbízó levél, jogerősen a megbízó levél, és ők végül is október 1-től állnak munkába aktívan. Még a jelenlegi képviselőtestületnek jövő héten csütörtökön lesz egy ülése, de épp néztem, hogy már mértékadó, nagy horderejű, zárszámadás, költségvetést mértékadóan érintő, tehát ilyen történetek nem lesznek. Úgyhogy véleményem szerint már az új képviselőtestület az, amikor belecsöppenünk abba a világba, ami viszont akkor nagyon-nagyon fölgyorsulnak az események ismét, és nyilvánvaló majd ezt megelőzően majd szeretnélek benneteket meghívni szeptember 2. felében, amikor már konkrétan egy picit munka megbeszélés értelmében elkezdjük azt a munkát, ami vár ránk, és én is arra is invitálom a most megválasztott új képviselőket. Én örömmel venném azt, hogyha már egy picit részt vennétek ebben az időszakban is, amikor még ugyan nem rendelkezik az ember szavazati joggal, de mindenképpen azt gondolom, egy sikeres választást követően már felelősek vagyunk azért, amire jelentkeztünk. Nagyon szépen köszönöm. Június 15-től karbantartási munkák kezdődtek a városi termálfürdőben. Az egy hétig tartó munkálatok során az összes medence vizét kicserélték, a medencék falait átvizsgálták, illetve a fürdő légtechnika rendszerét egy modernebbre cserélték. Zajlik már a fürdő karbantartása, mi történik itt a háttérben? Üdvözlöm a kedves nézőket! Jelenleg a háttérben a fürdőnk meglévő és idézőjelben elavult légtechnika rendszerét cserélik. Egy energetikai hatékonyságú pályázat keretében a régi légtechnika rendszert kicserélik, és egy újabb, korszerűbb, igazából az ellenőrző hivataloknak megfelelő rendszerre cserélik, amely bízunk benne, hogy jobb minőségű levegővel fogja ellátni a fürdő vendégeket, és az épületünk szellőzését is biztosítja. Miért volt szükség ennek a nagyobb elemnek a cseréjére? A szükség az azért volt erre, mert a 20 éves rendszer már elég sok hibát hordozott önmagában. Tudni kell, hogy a rendszer belsejében több fémcső rozsdásodott, elavult, használhatatlanná vált, illetve össze van kötve egy termálvizes csőrendszerrel a légtechnika, amely biztosította télen a meleg levegő befújását. Itt több probléma merült föl, és a vezetőség jobbnak látta ezt a pályázat keretén belül kicserélni, és ezáltal biztosítani az elkövetkezendő időben a téli meleg levegőt fűtés céljából.
Milyen más egyéb munkák zajlanak még itt a fürdőben a héten? A fürdőnkben a földszinten zajlik még egy komolyabb technikai hiba elhárítása, amely ugye egy 20 éves, mint tudjuk, 20 éve épült a termálfürdés, a termálvízrendszer már 20 éves. Ez alatt egy-kettő darab cső, fémcső, amely ugye az akkori szabálynak megfelelő volt, sajnos elkorrodálódott, elrosdásodott, ezáltal szivárgott, csöpögött, és a komolyabb baleset elkerülése érdekében úgy döntött a vezetőség ismételten, hogy azonnali cserére szorul, és jelenleg többen is most ezt a hibát próbálják elhárítani. Mekkora volumenű ez a fejlesztés a héten? Mikortól váltik igénybe újra a fürdőzők? Ez egy nagyon jó kérdés. Sajnos már is egy napos csúszásban vagyunk, és még csak hét eleje van. Terveink szerint pénteken nyitna a fürdő. Én úgy gondolom, hogy sajnos pénteken nem fog tudni kinyitni a fürdő. Bízzunk a szombatba, a vasárnapba, de legkésőbb jövő hétfő reggelre, hiszen jövő hétfőtől indulnak a nyári programok, ugyanis tele vagyunk diáprogramokkal, jönnek különböző táborok az általános iskolából, különböző sporti jellegű táborok, a testnevelő tanárok saját táborai, amiket ők szerveznek. Ők jönnek, az ágotás gyermekek jönnek a gyermekjóléti szolgálattól csoportok, úgyhogy jövő hétfőre legkésőbb készen kell lennünk. Többféle hiba elhárítása is zajlik itt a termálföldőnél kistereken. Melyek ezek a hibák pontosan? A hiba elhárítás az bent zajlik, ott a termálvezeték kilukat, elkorrodát. Amit itt látunk mögöttünk, az meg a légkezelő cseréje zajlik, ami a páramentesítés szolgálja a fürdőtérben. Hogyan történik ennek a cseréje? A légkezelő cseréje tervezett volt. A meglévő légkezelőt levesszük, és egy nagyobbat teszünk helyette, ami már megfelel a mostani előírásoknak, ami energetikai megtakarításban sokkal kedvező. Mekkora munkával jár mindez? A légkezelő csere körülbelül egynapos művelet, ez addig lesz lezárva ez a kis utcarész. Maga a gépész és elektromos bekötés az még szerintem egy pár napot, egy 5-6 napot igénybe vesz majd. Hogyan történnek ezek a munkálatok? Mennyi munkás kezet vesz ez igénybe? Most a daluzásnál 3 ember, durván 6 ember egyszerre a légkezelő cseréhez, ami szükséges. Mire kell még figyelni ilyenfajta beruházás esetén? Hát mindenre. A kötésre, a irányításra, a kommunikációra, a darus és az felső ember között, úgy szinte mindenre. Na ez egy fontos, igen, ezt egy héttel ezelőtt elkezdtük tervezni, hogy fog megtörténni. Lezárult a millió lépés az iskoládért kihívás. A Kisteleki Általános Iskola országosan 27. míg megyei szinten az első helyen végzett. A sorsoláson az intézmény 250.000 forintot nyert. Ha megnézzük, akkor a mi iskolánk a 27. lett, és 42,87 kékkört tettünk meg ez a 11 hét elteltével. Itt pedig területi szűrésre, ha rámegyünk, akkor látszik, hogy igazából igen magasan az első helyen végzett a mi iskolánk Csongrád-Csanád vármegyében. Lezárult a millió lépés az iskoládért országos verseny. A Kisteleki Általános Iskola és Kollégium is remek eredményt ért el. Milyen eredményt értetek el pontosan? Igen, az idei évben csatlakoztunk először ehhez a kihíváshoz, felhíváshoz. Nagyon jól sikerült az iskola számára ez a kihívás. 27-ek lettünk országos szinten, ami én úgy gondolom, hogy egy nagyszerű eredmény. Csongrád-Csanád vármegyében pedig az első helyen végzett az iskolánk. Itt pedig az osztályokat lehet látni, hogy az első A lett az első, a második A a második, és a hatodik C pedig a harmadik legtöbb lépésgyűjtő osztályunk. Mindenkinek nagyon-nagyon szépen szeretnénk megköszönni, aki részt vett ebben a kihívásban, és segítette iskolánkat.
ez a verseny 11 héten keresztül tartott, 77 napon keresztül kellett gyűjteni a lépéseket. Igazából lépések, tevékenységek, mozgásformák mind beválthatók voltak egy alkalmazáson keresztül lépésekké, és ezeket a lépéseket osztályszinten, egyéni szinten is lehetett gyűjteni, és ezek mind beszámítottak az iskolánkba. Majd, hogyha valaki annyi lépést összegyűjtött, akkor ugye átváltódott ez egy kékkörré, és minden kékkör után egy-egy sorsjegyet kapott az iskolánk, és ezekből a sorsjegyekből sorsoltak így a 11 hét után elteltével. Hogyan lehetett csatlakozni ezzel a versenyhez? Egy ingyenes alkalmazás volt, amit le kellett tölteni mindenki számára. Itt lehetett összehangolni órával, de akár manuálisan is be lehetett vinni adatokat, és bárki csatlakozhatott, lehetett az gyerkőc, szülő, szomszédnéni, barát, külföldön érő, bármilyen ismerős. Az volt a lényeg csak, hogy letöltse ezt az alkalmazást, és csatlakozzon magához az iskolához, azon belül pedig lehetett csatlakozni osztályokhoz. Hány gyermek csatlakozott ebben az iskolában? Hogy pontosan hány gyerkőc, azt nem tudom megmondani, összesen viszont 420 csatlakozónk volt, 420 ember volt az, aki támogatta, segítette lépéseivel iskolánkat. Ezáltal ez egy hatalmas közösség volt, aki egy célért, a gyerkőceinkért lépegettek, vagy akár dolgoztak egy kicsit a kertbe, és ezt is be lehetett például rögzíteni, vagy ha foci edzésen volt, vagy ha csak például az iskolába sétálva, vagy kerékpárral érkezett, akkor is ezeket be lehetett rögzíteni, és így gyűjtögettük ezeket a lépéseket az iskolánknak. A Kisteleki Általános Iskola pénzjutalmat is nyert. Erről mit lehet tudni? Igen, magának a versenynek volt azért egy célja, egy nyereménye. A legnagyobb díj az 1 millió forint volt, amelyet kisorsoltak. Ebbe sajnos most jelenleg még nem kerültünk bele azon szerencsések közé, akik ezt megnyerték volna. Viszont volt egy plusz felhívás, hogy azok, akik zölden érkeznek például az iskolába, vagy akár a munkahelyükre a felnőttek, ők gyűjthettek pontokat, zöld pontokat lehetett gyűjteni. És ezen a zöld pont versenyen viszont kisorsolásra kerültünk, a 30 iskolába belekerültünk, és így 250 ezer forintot nyert az iskolánk. Mire fordíthatja ezt az összeget az iskola a későbbiekben? Ezt az összeget a gyerkőceinkre szeretnénk fordítani, méghozzá olyan szinten, hogy sporteszközöket szeretnénk majd ezekből vásárolni, amiket ugye minden gyerkőc így majd tud használni. A jövőre tekintve, ha indul még ilyen verseny a későbbiekben, fog csatlakozni az iskola? Mindenféleképpen szeretnénk csatlakozni, mivel ez egy nagyon jó motiváció volt, hogy igen, még most így nem láttuk először, hogy ennek mi lesz a vége, de mégis ennyien tudtunk csatlakozni. Mégis most már látjuk, hogy tényleg ezeknek a lépéseknek van eredménye, így mindenféleképpen, hogyha indul az ősszel, akkor szeretnénk ismét csatlakozni, és ringbe szállni akár az 1 millió forintért is. Hogyan lehet még inkább felhívni a figyelmet erre a versenyre? Én úgy gondolom, hogy van még egy nagyon jó lehetőség is ez a két összeg nyereményen kívül. Például az önkormányzatok is csatlakozhatnak ehhez a felhíváshoz. Azok az önkormányzatok, akik szeretnék ezt, be lehet szállni ebbe a felhívásba, mint támogató. Ilyenkor megvan egy adott keret, amit hogyha teljesít az iskola, akkor 300 ezer forinttal tudja az önkormányzat azt az iskolát megtámogatni. Tehát ebbe a felhívásba most minimum 7 kör volt, és a 2000 zöld pont. Az osztályok között is volt egyfajta versengés itt Kisteleken. Melyek voltak a legaktívabbak? Igen, szerettük volna egy kicsit az osztályokat, mint közösség is motiválni, úgyhogy osztályok közötti versenyt is hirdettük. Az alkalmazás nagyon jó volt erre, mert mindenkit lehetett látni, hogy ki az, aki csatlakozott az osztályokhoz, és hogy mely osztályok éppen hol tartanak a lépésgyűjtésbe. A legaktívabb osztály az a 3. osztály volt. Ők az összes lépés 16%-át gyűjtötték. A második legaktívabb osztály az a 2. A-osztály volt, ők is nagyon ügyesek voltak, ők 14%-ot gyűjtöttek, és a 6. C-osztály volt a 3. legaktívabb osztályunk, ők pedig 12%-át gyűjtötték a lépéseknek, úgyhogy ők nagyon ügyesek voltak, amit szeretnénk is majd külön díjazni a számukra.
úgyhogy majd az osztályok osztályszinten is fognak díjazásban részesülni, így az első három, valamint az osztályokban a legaktívabb 5 tanulót külön fogunk értékelni és díjazni, hogy érezzék a gyerkőcök is, hogy igenis van eredménye a befektetett munkájuknak, az odafigyelésüknek, és annak, hogy ezt a rendezvényt, ezt a kihívást ők szerették volna, és aktívan csinálták, és részt vettek benne, ezáltal is segítve saját magukat és az iskolánkat. Nem csak a gyermekek versengéséről szólt ez, illetve sportolásáról, a szülők is kivették a részüket. Hogyan történt ez? Igen, maga a szülők azok, akik most ezt a díjazást igazából megtámogatják a számunkra. A szülői munkaközösség ajánlotta föl, hogy ők anyagilag segítenek nekünk, és a gyerkőcöket így fogják támogatni. Az ajándékok, az enyédi díjazásban az ajándékokat ők fogják számunkra biztosítani. Ezúton is nagyon szépen köszönjük nekik. A mi iskolánknak több mint 42 kékköre volt, valamint több mint 9000 zöld pontot gyűjtött a végén az iskolánk, úgyhogy bőven teljesítettük ezt a szintet. Úgyhogy bízunk benne, hogy hát ha az őszi időszakban majd esetleg a mi önkormányzatunk is segít, és akár ő is beszáll, mint támogató ebbe a kihívásba. Említette, hogy több mint 42 kékkör teljesített az iskola. Ez körülbelül mennyi táv, mennyi lépést jelent? Hát ez a táv, ez 158.199.380 lépést jelentett, ami több mint 110 kilométer így lépésenként. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nagyon szépen teljesítettünk, rengeteget mentünk, így virtuálisan Magyarországot 42-szer körbejártuk. Az alkalmazás nagyon jó volt arra is, hogy a kékkör által, vagy kékkör mentén tett lépéseket, megmutatta, hogy milyen látványosságok vannak Magyarországon. Mindig volt egy-egy szereplő, egy sportoló, akár szervát ültetett, vagy híresség, aki az az ügy mellé állt minden héten, és ők is egy-egy motiváló erőt adtak így a közösségeknek az alkalmazáson keresztül. Június 1-én újra nyitott Kistelek egyik ikonikus helye, a Club Expresso. Az átalakult arculatról, illetve a hely nyújtotta kikapcsolódási lehetőségekről Száraz Csabát, a Club Expresso üzemeltetőjét kérdezte stábunk. Itt Kistelek központjában újra nyitott a Club Expresso. Mit lehet tudni az új helyiségről? Hát egy megújult italválasztékkal és egy fölújított környezettel és egy új imidzsel várunk mindenkit. És a fő profilunk, én úgy gondolom, nyilván, mint a nevünkben is, a Cocktail & Bar, tehát hogy a koktélos vonalat szeretnénk itt képviselni. Nyilván egy meglévő bowling szórakozási lehetőséggel, ami még kiegészül egy biliárddal, és ez kvassal. A hét melyik napjain várjátok a vendégeket? A hétfő kivételével minden nap nyitva vagyunk 12 órától, pénteken és szombaton éjfélig hosszított nyitvatartással vagyunk nyitva, egyéb napokon meg este 10-ig. Kiknek ajánlanátok ezt az új helyet? Igaziból így nagyon nagy korosztály célkitűzésünk nincsen, ugyanis minden korosztály úgy gondolom, hogy megtalálja itt a számítását, mind a koktélokban, mind aki esetleg a kávészerelmese. Itt gondolok már az idősebb korosztályra, akik azért igényelik a jó minőségű és igazi olasz kávét, mindenféle verzióban elkészítve. Úgyhogy én azt mondanám, hogy egy elég széles vendégkört próbálunk így lefedni. Mind aki szórakozni akar, akár egy bowling, akár egy squash, vagy sportolni, vagy biliárdozni, vagy csak beülni és beszélgetni, és meginni hozzá egy-két koktélt, vagy épp egy tök jó kávét. Indul a nyári időszak, nem lehet elmenni a koktél időszak mellett sem. Milyen koktélokat fogyaszthatnak itt a vendégek? Hát ebben igaziból általában mi a long drinkes kategóriát képviseljük, de vannak ugye rövidebb koktélaink is, egy margarita, vagy a klasszikus, úgy mondom, hogy igaziból a klasszikus koktélok vannak most fent itt alapon, amiben úgy gondolom, hogy elég széles íz skálán mindenki meg tudja találni a magának megfelelőt, aki az édeset, a savanyút, a keserit keresi, tehát úgy gondolom minden fölkerült az itt alapra. És ez mellett még ugye, amint nem tudunk elmenni, a limonádék, ugye egy elég nagyon széles palettát sikerült limonádéból föltennünk, ami 3 és 5 decis kiserelésbe kapható.
milyen szórakozási lehetőségeik vannak azoknak, akik ellátogatnak ide a Club Espresso-ba? Itt elsősorban nyilván a bowling köré épül nekünk a profilunk, két pályán tudják használni a játékot, meg egy biliárd asztallal tudunk még szolgálni. A jövőben zenés eseményeknek is helyet adhat a Club Espresso. Milyen eseményekre várják a vendégeket? Egy ilyen komoly zenei, vagy inkább ilyen szórakoztatóbb zenei, élőzenés előadásokkal készülünk majd a nyár folyamán. Amit itt fontos megjegyezni, hogy diszkót ugye mi nem fogunk tartani, és a zenei világunk is, ami minket tükröz, az is inkább befelé hajlik, hogy egy ilyen komolyabb és modern zenei vonalat fogunk képviselni. Idén is Görkorcsolya táborral várja a gyermekeket a Hétkerék Egyesület. A tábor szervezőit, Hegedűs Katát és Bitó Szilviát kérdeztük a részletekről. A Hétkerék Egyesület Kisteleken nyári táborral készül. Mikor lesz ez a tábor pontosan? A tábor június 24-től 28-áig tart. Miről fog szólni ez a egyhetes tábor? Főszerepben a görkorcsolyázás lesz, viszont emellett készülünk kézműves programokkal, gyöngyfűzéssel, színezőkkel, illetve akár görkorcsolyás túrákkal is, hogyha az idő úgy engedi. Meddig lehet még jelentkezni a táborokra? Lehet még jelentkezni? Igen, lehet még, helyünk is van, illetve a tábor előtt egy héttel van a határidő. Kiknek ajánlanátok ezt a tábort? Fontos az, hogy tudjanak görkorcsolyázni, akik ide ellátogatnak? Egyáltalán nem fontos, hogy tudjanak görkorcsolyázni, bárkit szívesen megtanítunk, akár óvodáskortól kezdve gimnazistáig. Önök a Kistelekvárosi Televízió híradóját látták. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik heti Mozaik című műsorunk, amelyben ellátogatunk a vasút történeti kiállításra, megismerkedünk a második Kisteleki Fröccs Fesztivál boraival, illetve a Városi Nyugdíjas Klub uraknapi műsorát is megtekinthetik. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!